Sziasztok, üdvözlünk titeket! Petivel ismét ellátogattunk a Dunaszerdai Cinemax moziba, ahol is megnéztük a Megfojtott Virágok című 3,5 órás filmdrámát. Jól mondom, ez olyan mindent felölelő ez a filmdráma, de egyébként ez volt tárgyalótermi dráma, szerelmi dráma, még talán ilyen nyomozós, thriller-szerű valamit. Szerintem az egész film egy kicsit egy kifordított krimi. Igen. De amúgy a fő műfaja, hogyha azt akarnak meghatározni, akkor ez egy dráma, egy klasszikus értelembe vett dráma, és mondjuk, hogy egy igaz történeten alapuló történelmi dráma. Nagyon izgi volt különben. De igen, egyébként jól beletaláltam, tehát a dráma, az a filmdráma valóban felöleli az egészet, és tényleg így volt. És mi a véleményed a filmről, Peti? Egy nagyon nehéz dolog ez. Ez egy 200 milliós nagyköltségvetésű 3,5 órás film, amiben többnyire három szereplő szerepel, ugye Robert De Niro, Leonardo DiCaprio és Lily Gladstone, egy indián lányt alakít, és hát legtöbbet ő hármukat látjuk a filmben, és ilyen kategória nincs, tehát hogy egy nagyköltségvetésű igazi emberi sorsokat bemutató komoly filozófiai, mély erkölcsi tartalommal átítatott szomorú film, ilyen nem létezik. Tehát, hogy ez olyan pénzből készül, mint egy Marvel film, és közben tényleg szól valamiről. Szerintem, hát ez Scorsese. Martin Scorsese-nek tudható be ez persze, csak ugye, hát azt tudni kell, hogy ezt az Apple finanszírozta ezt a filmet, és hát őnekik meg annyi pénzük van, mint égen a csillag, úgyhogy azt mondták, hogy valószínűleg az volt a szerződés, hogy küldjék be mozikba, a Scorsese szerette volna, hál' Istennek hozzánk is eljutott, nem csak Amerikában mutatták be egy hétig ilyen rövidre, mint ahogy az Ír, ami Netflixes volt. Igen. Csinálnak ilyen filmeket, csak sokkal picibb költségvetésből, vagy térüljön meg, és itt ez nem volt cél szerintem. De hát mi meg jól jártunk ezzel. Igen, de ugyanakkor meg is térülhet, tehát hogy a Apple azért nem lőtt annyira mellé szerintem. Nekik mindegy. Meg a másik, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. A világ legnagyobb cége most, őnekik trilliárdok, vagy nem tudom, miben van a cég. Igen. Most fölteszik a polcra, valószínűleg Oscar-díjat is fog kapni, és akkor ők ebből jól jön neki. És amúgy most csomó pénzt termel már most a moziba, úgyhogy még lehet, hogy vissza is hozza. Meg is érdemli szerintem az Oscar-díjat, alakítások szuperak voltak, amit én hiányoltam bele, végig egy folyamban folyik a film, nincs benne semmi emelkedő, kitüremkedő, tehát nincs ilyen katartikus élmény benne, még a végén sem, bár én nem vártam volna, hogy a végén legyen, de végig hozza azt a bizonyos szintet, nagyon kicsi eltéréssel. Ugyanezt tűnt fel nekem is, viszont hogy miről szól ez a film, ugye, ez vannak az oszázs indiánok, akiket kihasználnak, megölnek, egy nagyon brutális történetről van szó, kegyetlen, hihetetlen, hogy ez megtörtént a való világban. Ez idő alatt alakult meg az FBI, ebben az ügyben nyomoztak, és erről készült egy könyv, majd a könyvet adaptálták filmre. És azt hiszem, úgy, az volt az eredeti ötlet, hogy olyan lesz, mint a könyv, hogy egy ilyen nyomozós valami, és folyamatosan derülnek ki ezek a sötét dolgok, amik ebben a Fairfax, vagy ahol játszódik a film. De egy tök másik utat választottak a készítők, és belülről, tehát nem nyomozunk, hanem benne vagyunk az elkövetésekbe, benne vagyunk ebbe a sötét, szinte szektás, népirtós bagásba, egy ilyen családba, amit Robert De Niro a feje. És a király. Igen, ő a király, úgy kell szólítani, és DiCaprio pedig az ökle ennek a dolognak, én legalábbis így fogtam fel, nem biztos. De az a lényeg, hogy és ezért mondom, hogy egy fordított krimi, mert valójában nem az a lényeg, hogy ki csinálta meg, hanem hogy mi ez, hogy ez hogyan van. És ezt boncolja a film. Úgyhogy én szerintem ez egy nagyon különleges alkotás. Ebben abszolút egyetértek. Tehát tényleg, én nem attól, hogy egy szinten mozgott az egész, és nem volt katarzis, nem tartom unalmasnak egészet. Ez volt a legföltűnőbb benne, hogy 3,5 órán keresztül ott ültünk, és abszolút nem unatkoztam. Tehát végig egy bizonyos feszültséget, vagy érdeklődést így fenntartott igen, a film. Igen. Szerintem a katarzis, amit mondtál, az azért nem volt, mert ebben nincs katarzis ebben a történetben. Pont, hogy kinyírta volna ezt az áldozatot, ezt a erkölcsi tanmesét, vagy hogy mondjam, tehát hogy az emberi sötétségről szól szerintem ez a film, az, hogy meddig tudnak elmenni emberek, és hogy mennyire gonoszak, és hogyha annak van egy katartikus vége, vagy egy valami megoldás, vagy valami, szerintem kinyírja az egész filmet. Az egészet szerintem. Nem, ez így volt jó. A 3,5 óra az már egy másik kérdés. Amit mondtam, hogy Oscar-díjat fog kapni, az valószínű az alakítások miatt. Nem tudom, hogy a legjobb filmet meg fogja kapni, de én imádtam. És marha érdekes dolog, hogy
Volt már egy ilyen film, az Oppenheimer ebben az évben, ugye, ami szintén életrajzi dráma, hogyha úgy veszük, de egy sokkal hatásvadászabb, egy sokkal teljesen más megközelítésű, nem is ítélkezik, nem is vonalakat nagyon a film, vagy hát von, de hülyén szerintem oldja meg az Oppenheimer, és ez a film ez sokkal okosabban, sokkal finomabban, és ugye leesik, hogy ez mi, akkor az veled marad, az egy tök rossz érzés, ami persze jó. Nekem nagyon tetszett a vége, annak van egy ilyen árulásról is szól egy kicsit a film, van, ahogy Scorsese-nek az összes filmje, ugye megnézed a nagymenőket, a kaszinót, igen. Csak azok viccesebb, pörgősebb filmek, ez nagyon lassú, rohadt hosszú, mély. Hosszabb, mint a izék, sokkal mélyebb. Így van, abszolút. De itt is az árulás benne van, és szerintem a végén azért föltesznek egy pontot az egészre, és az nekem nagyon tetszett. De érdekes megoldás, az tény. Igen, és egy finom pont van, nem egy ilyen nagy, tehát azért marad el a katarzis. Aha. Pontozzunk, Peti. Hát legyen 9, mert 3,5 órás, és szerintem 2,5 is lehetett volna, de amúgy azért 10 pontos, én tudom. Hát az a rossz, ugye mi ezt a műsort, ezt mindjárt fölveszük, ugye, hogy kijövünk a moziból. És hát én annyira hatása alá kerültem, hogy most ez 11 pontos nálam. Nagyon jó. Néztük a Babilont, az is egy rohadt hosszú film volt, de az nem volt ilyen komoly, nem volt ennyire mély. Az egy vicces, jópofa film volt, és dráma persze az is, no, de ennek van súlya. Uh-huh. A filmnek van súlya. Egyet értek ezzel a 9 ponttal, Peti, megérdemli abszolút, és számomra nem volt gond a 3,5 óra. Viszont nem egy tipikus akciófilm, bárkinek azért nem lehetne ajánlani, nem hiszem, hogy annyira gyerekközpontú lenne, nem hinném, hogy egy 15-16 éves fiatalt ez lekötne nagyon ez a dráma, bár hadd csalódjak. Hát nem, hogyha ajánlani kéne, akkor hát ez egyáltalán nem akciófilm, sőt, még aki a régi Scorsese filmeken nőtt föl, mint a Nagymenők, vagy a Kaszinó, vagy a Wall Street farkasa, azoktól is eltér stílusba. Ez sokkal drámaibb, sokkal mélyebb, sokkal meditatívabb film, sokkal elgondolkoztatóbb, és sokkal mélyebben van a tartalom, amit ki kell benne bányászni, úgyhogy életnézőknek ajánljuk, és akik már megunták a Hollywoodnak ezt a szórakoztató oldalát, és akarnak valamit keményebb. Igen, végre egy film, ami szól valamiről. Igen. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, ha hozzá szeretnétek szólni, azt megtehetitek odalent, és reméljük, hogy minél hamarabb találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!